Csodálatos hétfő, nem sokára hazaér Bence, végre. Egy kicsit pakoltam a házba, nem túl sokat, mostam kettőt, és jelenleg ez a helyzet, remélem, hogy nem sokára most már ideér. Beszélgetünk egy kicsit, azt hittem, hogy hamarabb fog egyébként hazaérni, és a mai nap még egy kis videóvágás lesz, ugyanis megvan már az a videó, amit holnap szeretnék nektek posztolni. Egyébként egy lovas videót posztolok, enjoy storytime, végre eljött az idő. És utána pedig szeretnék videózni egyet, nem tudom, hogy az ma vagy holnap fog sikerülni. Úgyhogy jelenleg ezek a tervek. Kajálni nem nagyon kajáltam, reggelizni reggeliztem, viszont ahogy mondtam már nektek az előző videómban is, ez a hazamenetel nagyon felborítja a diétát és az edzést. Úgyhogy a mai napot az még nagyon rossz, de kivettem, és holnap folytatjuk a dolgokat. Te jó ég! Most rendeltem nagyon sok pénzért arckrémet. Uram! Atyám. 8 terméket rendeltem, és erről majd mesélek nektek egy kicsit később, de szerettem volna most azonnal elmondani. Nagyon izgi! Kocincsunk. Isde! Bence öntött egy pohár bort, ugyanis úgy gondolta, hogy a szekrény összerakás előtt ez lesz a legjobb döntés. És... A mechanikus képességek attól indulnak be. Igen? Teszteljük? Ki? Én? Biztos, hogy ne. Szóval voltunk ugye az IKEA-ban, ezt a múlt heti vlogban láttátok, és... Eljött az idő, hogy össze is szereljük, amit vettünk, és arra gondoltunk, hogy Bence fogja most összerakni. Én biztos, hogy nem rakom össze. Imádom, a legcuklibb az egész világon, de annyira nincs térlátása, hogy valami hihetetlen, úgyhogy szokásos módon ő fog asszisztálni, és valószínű, hogy én fogok szerelni, de vele ellentétben szerintem nekem egészen jól megy ez a dolog, és szeretném nagyon is csinálni, úgyhogy összerakjuk a két szekrényt, nagyon pici részeket mutatok belőle, remélem egészen gyorsan fog menni, nem vettünk túl nagy dolgokat, de... Azért annyira nem szereti összerakni őket, hogy mielőtt hazajöttem volna egy nappal, ő már itthonot is összerakta volna. Nem, mert szeretem, ha segítesz. Annyira azért nem szereti, de igen. Hát neked jól megy, úgyhogy remélem gyorsan. Úgyhogy kezdjük el, és nem sokára meglátjátok, hogy mink van. 1 hour later. Yay! Hú! Megérte? Nem hinném. Ez lett, látjátok. Kész. A hajam az kérdéses. Nézzétek el Bence bőröngyét. Valahogy nincs kedvem most csinibe öltözni, úgyhogy marad ez a kis hosszított felső, egy kis leggingszel. Most fogunk menni Bencével a West Endbe, és ha minden igaz, akkor én megyek a Tallyba, Bence pedig az American Eagle-be, és kiválogatjuk a kis ruháinkat, amiből megint csak nagyon valószínű, hogy csinálunk nektek videót, úgyhogy induljunk el, és menet közben majd beszélünk. Megint sétálni. Szeretek sétálni, nem tudom, látjátok-e. Olyat kajáltunk, hogy csodai terekkel. Úristen. Arról ne beszélj, te jó ég. Amit csináltunk, az büntetni kellene, hogyha őszinte akarok lenni. De a kis shopizás az nagyon jó volt.
nagyon jól éreztem magam, köszönöm a randit, és... Jó. Alszok egyet. Jó későn jöttem lovagolni. Egy kicsit megcsúsztam délután, mondjuk így, de itt van a macska, itt vagyok én, és villámgyorsan leedzünk. Aztán a legnagyobb feladatom, kicsit közelebb hozlak titeket, hogy a hang, ha lehet, akkor jobb legyen. Szeretnék nagyon ráállni, hogy reggelente járjak lovagolni, de valahogy ez még egyáltalán nem jön össze. Most már a heti mennyiség az beállt szépen. Tudok jönni 5-6-szor legalább, úgyhogy heti egy pihenővel teljesen jól megvagyunk, de valahogy ez a reggelente való kiárás ez még nem működik, úgyhogy ez a következő nagy terv. És hogyha itt végzem, akkor hazafele még beugrom egy boltba, mert siralmas a helyzet, ami otthon van, konkrétan kajatéren. Úgyhogy ez a nagy terv, most koncentrálok erre a kis fülesre, és menet közben majd jelentkezem. Ma okos barátnőt van. Nagyon szeretem, amikor ezt mondom. Kösz! Emlékszel, amikor egy videóban azt mondtad, hogy jó, hogy nem így találkoztunk, mert akkor nem biztos, hogy elsőre szerelmes lettél volna velém? Ezt mondtam? Igen, majd visszakeresem egyszer. Nem ezt mondtam. Jó, nem pont így mondtad, de a lényeg ez volt. Nem baj, változhat a véleményetek. Ez fontos, hogy tudjátok. Egyébként megyünk éppen boltba. Nem jelentkeztem még be nektek ma, de a mai napom kicsit furán indult, ugyanis egymás után 6-szor vagy 7-szer zizgett a telefonom. Nem tudom, hogy miért. Normál esetben nem kelek fel rá, valahogy még az ébresztőmre se, nemhogy erre. De képzeljétek el, hogy Bence felriadt rá, és konkrétan így felült merőleges pozícióba, és nyilván arra én is felkeltem. Aztán rájöttem, hogy pisilnem kell, lehet, hogy ez túl sok információ, de a lényeg az, hogy ez 4:30 volt, és úgy döntöttem, hogy mi van, hogyha nem fekszem vissza, és akkor én fennmaradok. És így is tettem, és egyébként tök jól alakult az egész napom, egészen addig még délután 4 el nem érkezett, és egy kicsit beütött a krak, és konkrétan lemerültek az elemeim. Úgyhogy egy 20-30 percet szerintem powernapeltem, most pedig megyünk boltba, és igen, körülbelül ezek a fontos információk. Itt vagyunk a moziban, nem tudunk beszélni, de nézzük a filmet. Movie night! Yay! Én nincs se autófókusz. Hoppá! Engem felismer. Küldem buzit. Körülbelül 200 fok van. Hőmérő szerint csak 28, de téved. Ez az az idő, amikor semmi sminket nem esik jól magadra rakni, és konkrétan tetőtől talpig naptejbe vagy, remélem. Én ezt megtettem. És képzeljétek el, találtam egy nagyon-nagyon király hajsprét, ami hát igazából fényvédő a hajnak. És nagyon kíváncsi vagyok rá, tök régóta ki akartam próbálni valami ilyesmit, de mindig elfelejtettem, hogy ezt mondjuk keresni kellene, hogyha ki akarom próbálni. A légkondit addig lejjebb veszem egy kicsit, hogy esetleg halljatok is. És tegnap, amikor voltunk Bencével bevásárolni, akkor teljesen véletlenül találtam egyet, úgyhogy ha hazaérek, akkor majd megmutatom nektek. De mindjárt 4 óra van, és most már nagyon ki kellene mennem gyorsan lelovagolni, lemosni a macskát, lehet, hogy egy kicsit még kirakom karámba. Arra már nem biztos, hogy lesz idem, de igen, induljunk, és igyekszem nektek kintről még jelentkezni.
Beértem a bekötő útra, ahol 10-zel közlekedek. Ez egy szervízút egyébként, és semmi forgalom nincsen, és valóban tényleg 10-zel közlekedek, úgyhogy előkaptam a kamerát, addig még nem állok le, hogy elmondjam nektek, hogy igazam volt, ugyanis 33 fok van, ami egészen pontosan 5-tel több, mint amivel elindultam otthonról. Nagyon meleg van, és szerettem volna a kinti pályán edzeni, viszont tegnap képzeljétek el, hogy a kinti pályán edzettem, úgyhogy nem ott akartam edzeni, és olyan szinten éreztem, hogy ég a kezem. Nem égtem le, de egy kicsit megfogott a nap, és ez nem tervem a mai napon. És egyébként is most látom, hogy készül még a korlát itt a lovardában, képzeljétek el, és ezzel a helyszín előszalaggal van most körbehúzva. Ez nem nekünk való. Az előző két videóm körülbelül, vagy az előző előtti két videómban mondtam el nektek, hogy Angel kellőképpen érzékeny a hangokra, úgyhogy ezt most nem fogjuk bepróbálni, hogy mi lenne, ha én kimennék. Úgyhogy mindjárt leparkolok az árnyékba, és megyünk is be hozzá. Az előbb benéztem a fedelesbe. 22 fok van körülbelül érzésre, úgyhogy egyértelmű, hogy oda fogok menni. Hát szia! Szia szépségem! Hát és szervusz! Kinyissalak, gyere! Jaj, te nagyon rossz vagy! Oda állok, és akkor nem nyitogatod. Szia! Hát milyen napod volt? Mesélj nekem, milyen napod volt, gyönyörűség. Ó, de szép vagy. Szia. Szia. Jaj. Mi a rosszaság? Jaj, de szeretsz nézelődni. Ugye? Ugye? Szia. Don't look over your shoulder. Don't ever look back. No use for second opinions. Don't wanna stay in the past. Just keep on going, 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 going. Itt vagyok a fedelesbe. És fülhallgató van a fülemben, mert ezt egyébként nem is meséltem nektek, hogy mostanában rengeteg podcastet hallgatok, nagyon sok impulzív volt. Van még egy-két külföldi, leginkább amerikai podcaster. Nem, hogy hívják azokat, akik podcasteket csinálnak? Tök mindegy, nagyon sokat hallgatok, és lovaglás közben ez a legjobb igazából, a zenét azt viszonylag hamar megunom. Szóval, hogy igen, podcasteket hallgatok, tök jól leköt lovaglás közben, de nem túlságosan, hogy zavarjon a lóra való figyelésben. Úgyhogy ez az én elfoglaltságom, és annyira boldog vagyok, mert itt a fedelesben mindig hidegebb van, mint kint. Ami azt jelenti, hogy itt szerintem bőven 10, hanem több mint 10 fokkal hűvösebb van, mint kint. Úgyhogy ez a mai terv. Tegnap ugrottam egy kicsit még kint a nagypályán, és most pedig rajtam van a kis szürke naci, nem tudtam, hogy kint vagy bent fogok lovagolni, és kintre semmiképpen se akartam valami sötétet felvenni. Az egy konkrét kínzás, viszont a légytakarót rárakhattam volna, mert azt nagyon-nagyon nem bírja. És el is érkeztünk a szombati naphoz. Mondhatnám, hogy szép jó reggelt kívánok mindenkinek, de hazudnék, ugyanis Bencével nem tudom, mit gondoltunk tegnap, vagyis félig tudom azt, hogy ma videót kell posztolnunk mind a kettőnknek. Videót kell posztolni, értitek. És 5 órakor keltünk fel, és mindjárt 10 óra, úgyhogy már 5 órája ébren. Bencéhez felvettünk már egy videót, lerakom a linkjét a leírásba, én értékeltem a rendeléseit, fordul a kocka. És most pedig következik az én videóm, amit igaz, hogy egyedül veszek fel, de nagyon vártam már. Képzeljétek el, hogy
Hát, egy kicsit túlzás azt mondani, hogy együtt dolgozom, de végül is így is fogalmazhatunk a Tali Weill-el és az American Eagle-el. Nagyon cukik voltak, és azt mondták, hogy nagyon szívesen adnak nekem havonta ruhákat, aminek kifejezetten örülök, ugyanis egy az, hogy kapok ruhákat, aminek szerintem mindenki örülne. De ezen kívül tudok nektek folyamatosan ruhás tartalmakat gyártani, és most fogom felvenni az első ilyen stylingolós videót, ami nem egy rendelős videó végül is, nem egy haul, ugyanis ezeket én válogattam ki magamnak, felpróbáltam őket, ez a felső is onnan van, ennél cukibb felsőt még nem láttam a világon. És igen, ez a videó, amiről most beszélek nektek, amit most felveszek, az már kint van a csatornámon, úgyhogy ide teszem nektek kártyára, és leteszem a linket a leírásba is. És attól függetlenül egyébként, hogy 5-kor keltünk, ez egy fantasztikus nap, valamilyen nagyon jól érzem magam, valószínű, hogy rá kell állni a koránkelésre, mert sokkal jobban telnek a napjaim ilyenkor. És igen, úgyhogy összekészülök gyorsan, felveszem nektek a videót, aztán megvágom és kirakom. Utána pedig megyek lovagolni. Semmi se változik. Na sziasztok! Elfelejtettem bejelentkezni nektek, félig meddig elfelejtettem, félig pedig nem tudtam, ugyanis ezt nem hiszem, hogy mondtam még. Kis rituálénk édesnyával, amikor jövök ki lovagolni, akkor mindig őt szoktam felhívni. Napi szinten egy ilyen negyed óra, kötőjel fél órát telefonálunk, 10-15 perc ide ki az út nekem a lovardába, úgyhogy mindig, amikor jövök ki, meg megyek haza, akkor vele szoktam beszélgetni. És ez most is így történt, úgyhogy menet közben nem tudtam igazából bejelentkezni nektek. Volt egy kis vészhelyzet a videózás után, ugyanis szárnyas hangyák leptek el minket a fürdőbe, úgyhogy ez egy nagyon király program volt ma. Kiraktam egyébként az új videót, egy kicsit kétségbe vagyok esve, nem különösebben ugrottatok rá, amikor kiraktam, de hát reméljük, hogy majd bepörög, aztán meglátjuk. Szerintem nagyon cuki lett, nekem tetszik, de hát ez nyilván egyéni vélemény, ami senkit se érdekel. És most pedig kint vagyok már a lovardában, nyilván ezt látjátok, úgyhogy most átöltöztem, felvettem a csizmámat. Gyorsan leápolom és felszerelem Enjoyt. Ma egy ilyen kis lightos edzést terveztem, ugyanis nagyon meleg van és nincsen nagyon kedvem semmihez. Holnapra, ha jól sejtem, kap egy pihenőnapot, és ez a videó meg holnap megy ki, úgyhogy... Esküszöm, hogy a világ legjobb találmánya a morzsa porszívó, és senki ne vitatkozzon velem. Ja igen, egyetértünk mind köszi, a ketten. Köszi, hogy vettél. Így gondoljuk mind a ketten, és én fizettem, én használjam. Én is használom. Jó étvágyat nekem. Nem mutatom meg, hogy mennyi majonéz van rajta, és barbecue, ugyanis egy ilyen picikét szerintem rá vagyok csúszva a majonézre. Brutális mennyiséget eszek meg belőle. Ez az egyetlen egy olyan dolog, amit régen is imádtam, és nem vagyok rá allergiás. Úgyhogy ez egy jó pont nekem, és valószínű, hogy emiatt fogjuk erre talán. Úgyhogy gyorsan megkajálok, mert már nagyon éhes vagyok. Utána meglátjuk, hogy mit csinálunk még ma. Hát erre a fényre egyébként mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy előnyös. Put the router under the TV. Becének indiai Siri-je van. De imádom egyébként. Nagyon kedves egyébként, és nagyon jó füle van. Szóval lényeg a lényegben, hogy miután utoljára beszéltünk, semmit nem csináltam. Videókat néztem és firöttem. Úgyhogy... Azt tudtad egyébként a kék fényről, mint eszembe, hogy ma néztem egy videót, hogy a Billie Eilish-nek a szobájában az elmúlt 3 évben piros égő van. És mindig piros fény van. De hogy nagyon piros. Ilyen piros megmutatom. Hölgyű! A kék fény egyébként nyugtat. Azt tudom, úgyhogy... Ilyen van nála, pontosan. Ha nem láttátok volna a LED lámpás videómat, akkor csekkoljátok le itt. Eltöltöttem egy kevés időt
Dezső Markóéknál buli van. Piros fényben és szörnyű. You like it? Kék fény nyugtat. Ez... Nem mondom, hogy kell Dezső Bencéhez, de néha nem árt. Na. Holnap reggel még találkozunk. Jó volt? Nagyon. Mesélj. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát ez a felkelés nem éppen úgy sikerült, ahogy terveztük. Tegnap 5-kor keltünk, és ma is egy 6-ot szerettünk volna eszközölni, ehelyett 10-kor keltünk fel. Nagyon speciális igényű vagyok, ugyanis, hogyha nem az én oldalamon van a telefon, tőlem legalább 2-3 méterre az asztalon, akkor képtelen vagyok felkelni rá. És hát ma ez történt, ott volt Bence oldalán, és kinyomta az ébresztőmet, úgyhogy ez történt ma, az összes tervünket igazából kukába dobtuk, és át kell tervezni az egész napot. Most gyorsan csinálok egy reggelit, aztán elkezdem megvágni ezt a videót, kiposztolom nektek, és utána majd meglátjuk, hogy mi fog történni, úgyhogy gyertek velem, csináljunk reggelit. Visszatértem kicsit a hálóba, és úgy döntöttem, hogy először ezt a nagy pohár kávét fogom meginni, utána gondolkozom el a reggelin, viszont először egy jó nagy adag vizet betáplálok a testembe, ugyanis jó lenne vízzel elindítani a mindent. Annyira vicces, hogy fent vagyok már, vagy 2 órája, 3 lassan, és még mindig úgy nézek ki, mintha most keltem volna fel, pedig esküszöm, hogy nem. Meg volt a reggeli arcápolási rutinom, be vagyok temetkezve naptejbe, és most már tényleg elkezdem vágni a videót, mert nagyon későn fogom aztán kirakni nektek, úgyhogy szeretnék elköszönni tőletek. Remélem, hogy ez a második videó jobban tetszett, igyekeztem egy kicsit többet videózni, és nem csak mini részleteket berakni, úgyhogy nagyon örülnék a visszajelzéseknek megint, természetesen, mint mindig. És jövő héten természetesen érkezek nektek a következő heti vloggal, úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!